A forgalommal szemben haladt az a 82 éves férfi, aki halálos balesetet okozott a hétvégén Fejér megyében. A balesetben az idős férfi is meghalt. Egyébként egyre több az utakon az olyan tragikus baleset, amelyben a vétkes sofőr már bőven nyugdíjas korú, ezért óriási vita van arról, hogy vajon hány éves korig lehessen vezetni. A témáról most Köves Szilárd vezetéstechnikai szakértővel és Komáromi Zoltán háziorvossal beszélgetünk. Jó reggelt kívánok, uraim, köszönöm szépen, hogy itt vannak. Mi nagyon határozottan a műsor legeslegelején állást foglaltunk a Mellett Zsuzsival, hogy azért az nem teljesen helyén való, hogy diszkrimináljuk életkor szerint a vezetőket. Hogy látja? Teljesen egyetértek ezzel a dologgal. Én amikor vizsgáztatok, akkor egészen fiataltól viszonylag idős emberig látok jogosítványszerzőt, és a fiatalok között is van, aki nem képes dönteni. Az idősek, régóta vezetők pedig olyan szinten előnyben vannak, hogy tapasztalattal rendelkeznek. Kérdés, hogy amikor igazi veszélyhelyzetbe kerülnek, vagy valamilyen lelki, testi nyomás alatt állnak, akkor hogy tudnak dönteni, vagy milyen lehetőségük van arra, hogy jól cselekedjenek. Megnézzük a statisztikákat, 75 éves kortól nő egyébként évről évre az akkor korba eső és balesetet elkövető sofőrök száma, és 85 év felett már több balesetet követnek el, mint ezek az ön által is említett tinédzserkorúak, akik nincsenek döntési helyzetben. Doktor úr, most hány évente kell felülvizsgáltatni 70 év felett a jogosítványt, mármint hogy alkalmasság tekintetében? Két évenként kell felülvizsgálni, és ezért egyébként a háziorvos 1700 forintot szedhet be, ami azt jelenti, hogy két évre 1700 forintért vállal a páciensével együtt rizikót arra, hogy az egészségi állapota alkalmassá teszi-e és hagyja-e, hogy ő vezessen. Ugyanolyan vizsgálat alá kerül a 70 év feletti jogosítványát megszerző ember, mint mondjuk egy 20 éves, tehát ugyanazokat a vizsgálatokat kell rajta elvégezni? Nem. Ugyanis az életkorból eredően mind mozgásszervi, mind érzékszervi, mind idegrendszeri tekintetben mások működés szabályai. Tehát az idős embereknek legnagyobb része már szemüveget hord, külön olvasó szemüveget, külön esetleg messzelát vagy távolra látó szemüveget. A nyak csigolyáig mondjuk sokkal nehézkesebben forgathatók, esetleg ez fájdalommal is jár, esetleg az idős embereknek majdnem a fele cukorbeteg, magas vérnyomásos beteg. Tehát itt tulajdonképpen egy megegyezés történik a páciens és az orvos között, hogy a beteg akkor is úgy ül autóba, hogy egészségügyileg és fitten. Bocsánat, hogy ezt mondtad, lényegében szóbeli bemondásra megy itt akkor, leszámítva ugye a szemészet és egyéb vérnyomás vizsgálatokat, a jogosítvány kiadása? Nem bemondásra, egy vizsgálat alapján, ez egy hatósági orvosi vizsgálat, amikor én egy hatósági igazolást adok ki arról, hogy két évre, vannak olyan betegségek, amikor egy évre alkalmasnak tartom az adott állampolgárt, gépkocsi vezetőt arra, hogy gépkocsit vezessen. De az, hogy január 16-án reggel 8 óra körül alkalmas-e vezetésre, azt neki kell eldöntenie, mint ahogy nekem is ma reggel el kellett dönteni fél hét előtt 5 perccel, hogyha tükörjég lett volna a körúton, akkor nem a saját kocsimmal jöttem volna be, hanem taxit hívtam volna. Értem, Szilárd, egyébként valóban megfigyelhetők mondjuk 60 év felett, vagy 50 év felett, vagy pontosabban mikortól figyelhetők meg reflex lassulások? Én azt gondolom, hogy ezt így ebben a formában nem lehet kijelenteni, hogy megfigyelhetők. Ezt már az előbb is próbáltam erre célozni, hogy fiatalabb korban hajlamosak vagyunk az autót valamiféle önkifejezési eszközként használni, kockázatot vállalni, villogni. Idősebb korban pedig már sokkal megfontoltabbak vagyunk, és lehet ugye, hogy a reflexeink műszeres vizsgálattal kimutathatóan gyengébbek, mint a fiatalabbaké, de a tapasztalat, az úton töltött kilométerek, azok ezt kiegyensúlyozhatják. Egyébként ilyen hasonló baleset történt már jó néhány, mi is a tényekben sokszor beszámoltunk erről, és ott általában véve nem 82 éves emberek hajtottak szembe föl a forgalommal, hanem fiatalok, középkorúak, tehát valóban nem lehet stigmatizálni ezt az időskor. Ezért is mondtam az elején, hogy mi határozottan amellett vagyunk, hogy bárki vezethessen. Doktor úr, mi az a pont, amikor ön azt mondja valakinek, hogy bocsánat, uram, hölgyem, nem tudom meghosszabbítani a jogosítványt? Ez legtöbbször egyébként mozgásszervi problémákat. Tehát amikor tényleg nem tud, még tükörrel se tudja kompenzálni azt, hogy neki a látótere beszűkült. Hogyha olyan ingadozó vérnyomása vagy vércukor szintje van, amikor tényleg a vércukor leszaladás váratlanul jöhet elő. Tehát minden baleset, vagy a legtöbb baleset abból ered, hogy hirtelen történik valami a gépkocsival vagy a vezetővel, nem tudja kompenzálni,
és korrigálni se tudja. És ezt követően akkor baj történik. Egyébként volt ilyen példa, hogy valaki 8 kilométert ment az autópályán a forgalommal szemben, éppen beszéltük a kollégával, hogy valamit tudhatott az az ember, hogy 8 kilométeren keresztül forgalommal szemben baleset nélkül vezetett, de azóta vannak kint ezek a nagy táblák, amik figyelmeztetnek erre, mert egy másodpercnyi figyelmetlenségből eredhet a legnagyobb probléma. Uraim, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak.